hamisítatlan sváb zenével várták a vendégeket a Budapesti Kongresszusi Központban, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának gáláján. A szalaggal átkötött rózmaringok fertőzése után a több mint 2500 meghívott elfoglalta a helyét, és kezdetét vette a műsor. A rendezvényen részt vett professzor dr. Bernd Fabricius, a Német Szövetségi Kormány kivándorlási kérdésekért és nemzeti kisebbségekért felelős megbízottja is. Nagyon örülök, hogy részt vehetek egy ilyen nívós rendezvényen. Úgy látom, mind a magyar állam, mind a magyarországi nemzetiségi önkormányzatok azon dolgoznak, hogy életben tartsák a hagyományokat. Annak pedig külön örülök, hogy sok fiatal arcot is látok a tömegben. A zenés betétek és a köszöntőbeszédek után a díjak átadása következett. Hárman több évtizedes munkájukért, a magyarországi németségért aranydísztű kitüntetésben részesültek, melyből ketten Baranya megyéhez köthetőek. Egyikük Emmert József, akinek a magyarországi németség érdekében kifejtett tevékenysége a zenéi és tánchagyományok további értetéséhez kapcsolódik. Nagyon érdekes érzés, hogy fanfár kíséretben az ember a színpadra kísérik, és ezúttal nem énekelni, zenélni vagy táncolni kell, hanem ezt a laudációt végig hallgatni, az ember elgondolkozik rajta, hogy mi mindent csináltam az elmúlt 40-45 évben, és kinek köszönhetem ezt. Igen, hát azt gondolom, hogy ilyesmit az ember már a szülőktől, a kisgyerekként a bölcsőbe fektetve kapja, hogy így mondjam. De az is fontos volt nyilvánvalóan, hogy egy olyan faluban nőttem föl, mint Vémén, ahol a sváb hagyományoknak mindig is volt jelentősége, volt táncsoport, énekar, zenekar, és nyilvánvaló a szülőknek fontos, akkor a gyerekeiket küldik énekelni, zenélni, táncolni, és az, hogy zenész lettem, az nyilván édesapámnak is köszönhető, ő is zenész volt, és hát 10 éves koromban kaptam egy harmonikát, és az nagy meglepetésemre, és hát azon meg kellett tanulni, és innentől kezdve a táncsoportnak zenélni kellett, és az éneklés is fontos volt, aztán egy adódó alkalommal alakult Vémminden egy énekkar, akinek kellett egy vezető, innentől kezdve egy tanfolyamot elvégeztem, egy énekarvezetőképzőt, és azóta ezzel az énekkarral volt több mint 30 sikeres évünk, német népdalokat gyűjtöttünk, megtanultunk, feldolgoztunk, ebben nyilván voltak nagyon jó segítségeim, és hát ezt a sikert így, ez nyilván nem az én saját sikerem, hanem mindazoké, akikkel az elmúlt években együtt dolgoztam. Lehet, hogy manapság azért be kell vallani, hogy mindig nehezebb a fiatalokat ilyen irányba megmozdítani, hiszen az elektromos médiából annyi más impulzus kapnak, hogy emiatt is mindig nehezebb lesz, de ha az ember ezt jól csinálja, akkor igenis lehet a fiatalok érdeklődőek, mindig van azért, ha nem is mindenki, de egy intézményben például mindig van azért egy lelkes csapat, aki szeret énekelni, vagy tud is énekelni, aki szeret táncolni, akik a hagyományokra fogékonyak, különösen azok, akik vagy egy vagy két részről német nemzetiséghez tartozóak. Tehát azt mondom, hogy kitartóan csinálni kell ezt, foglalkozni kell velük, és akkor a gyerekek is meghálálják ezt azzal, hogy
hogy ebben a kultúrkörben tevékenyek, és lehet velük sikereket elérni. A másik Baranya illetőségű díjazott dr. Gerner Éva volt, aki egész pályáját a német nemzetiségű újságírásnak szentelte. Nagyon furcsa ezen az oldalon állni, mert így, ahogy mondja, 84 óta ott állok azon az oldalon, rendszerint a mikrofonnak azon a túlsó oldalán. Hát hogy lett meg? Én úgy gondolom, hogy ez a közösség újít meg engem, mert ez a 35. évem a szerkesztőségben, és nagyon örülök, hogy tényleg voltak olyan témák és olyan anyagok és olyan filmek, amik tényleg elnyerték a közönség tetszését és megszólították az embereket. De ez egy olyan dolog, hogy itt azt mondták, ugye, hogy én sokat adtam nekik, de ők is sokat adtak nekem, és ebből jönnek az új dolgok mindig, hiszen ez a újságírás, legyen az televíziós, vagy rádiós, vagy írott sajtós, ez az emberekkel való foglalkozást jelenti, és úgy gondolom, az a titka, hogy állandóan új témákat találni, és azokat lehetőleg jól és gondolatébresztően megcsinálni. És hogyha az ember tud ilyen találni, és ezzel a közösséggel együtt van, és ismeri az életét, a problémáit, a helyzetét, a kisebb közösségeket, akkor ebből mindig lehet meríteni. És én úgy gondolom, hogy magyarországi németség az szerencsére még egy nagyon is létező nemzetiség itt ebben az országban, és egy olyan nemzetiség és egy olyan közösség, amelyik még bőven kínál egy újságírónak témákat. Und wir sammeln Erinnerungen, und wir gehen aus, dann gehst du nach Haus, alle Wochen nehmen an, und wir gehen aus, dann gehst du nach Haus, alle Wochen nehmen an. Zum Teil, das ist extrem gleich. Az idei évben 16. alkalommal adták át a Koch Valéria díjakat, melyeket magyarországi német középiskolások kaphatnak meg kiemelkedő iskolai teljesítményük és nemzetiségi területen végzett munkájuk alapján, valamint friss diplomások német nemzetiségi témában megírt kiváló diplomamunkájukért. Somberekről jöttem, ez egy Svábfalu. A Koch Valéria díjat kaptam meg, aminek nagyon örülök, és nagyon nagy megtiszteltetés, hogy ezt a díjat megkaphattam. Egyrészt nagyon örülök azért, mert az egész eddigi munkámat képviseli ez a díj. Egy német szakdolgozatot írtam, sváb lakodalmas, régen és ma. Ugye a régi szokások, hagyományoknak az újra átélésének a lehetőségeit, amit már akár kisgyermekkorban, már az óvodában is ugye megtörténhet, és erre nagyon sok példát hozok a munkámban, mint például a sombereki sváb lakodalmas játék, amit gyakran el szoktunk játszani. Ezt a díjat a mesterszakos diplomamunkámért kaptam, amelyet a magyarországi német témában írtam, méghozzá a szülőfalu Mecseknádasd temetkezési és temető kultúrájáról. És nagyon örülök, hogy megkaptam ezt a díjat, hiszen ez a munkámnak is egy nagy elismerése, illetve a témavezetőmnek, dr. Erd Máriának is köszönhetem, hogy ma itt vagyok. Úgyhogy nagyon boldog vagyok. Pécsre járok egy nemzetiségi iskolába, a Koch Valériába, és hát nagyon örülök neki, hogy megkaptam, és szeretnék ennek a díjnak így jó képviselője is lenni, tovább folytatni azokat a tevékenységeket, amiket csináltam eddig, ugye a nemzetiségnek a fenntartása érdekében. Ugye gimiben meg kell csinálni az 50 óra közösségi munkát, és én igazából így jutottam el a magyarországi német fiatalok közösségéhez. Ott elvégeztem az 50 órát, és annyira megszerettem, meg egy sváb családban nőttem föl, és így igazából egyértelmű volt, hogy én ebben részt szeretnék venni továbbra is. Ezen kívül pedig az iskolában ugye számos lehetőség van, hogy lehet táncolni, énekelni, mindenféle, úgyhogy próbáltam mindenben részt venni, amiben lehetett. Babarcon lakom, Baranya megyében, és egy sváb családban nőttem föl tulajdonképpen. Kiskorom óta már a színpadon vagyok, vagy a táncsoport, vagy a zenekar, vagy a kórus által. Most éppen zenét tanulok Budapesten, a Bartók Béla Zeneművészeti Szakgimnáziumban, de mindenképpen szeretném folytatni, és mellette esetleg egy óvónőképzőit is majd elvégezni majd a jövőben, valamint
természetesen szeretném folytatni a sváb hagyományok ápolását. A táncsoportban, a zenekarban és a kórusban is szeretnék segítséget nyújtani a jövőben a faluban. A Baranya megyei német nemzetiségi önkormányzat alelnöke nem lepődött meg, hogy mondhatni taroltak a megyei fiatalok. Taroltunk valóban, de ez nem véletlen, mert Baranyában él azért a magyarországi németség egy nagy része, és hát örülünk, hogy ide Budapestre és kongresszusi központba állózhattuk ennyi tehetséges és jó csoportot. Örülünk! A magyarországi németek életében az egyik legkülönlegesebb és legszebb nap a gála. Erről már Schubert Olivia, a magyarországi németek országos önkormányzatának elnöke beszélt. Ebben a programban, program keretében, amit ilyenkor délután szervezünk, szeretnénk köszönetet mondani a nemzetiségi önkormányzatok képviselőinek, és szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik egész évben áldozatos munkával dolgoznak a magyarországi németségért. Természetesen emellett szeretnénk lehetőséget adni a csoportoknak, a kórusoknak, a tánccsoportoknak, hogy ők is megmutathassák magukat, és nem utolsó sorban ez egy olyan hely és egy olyan alkalom, amikor az ország minden részéből ideözönlő közönség egymással találkozhat, beszélgethet, és jól érezhetik magukat. Schubert Olivia szerint jó irányt mutat, hogy sok fiatalt még mindig érdekel elődei kultúrája, és hogy mindezt megpróbálják átültetni a hétköznapokba is. Épp a 10 vendégünk is a műsor után mondta nekem, hogy mennyire örül annak, hogy itt ennyi fiatal aktívan részt vesz a tradícióknak az ápolásába, a kulturális munkába, és csodálkozott is rajta, hogy lehet a fiatalokat megnyerni. Én úgy gondolom, hogy ez az egyik jelentős feladatunk, és az egyik legjelentősebb eredményünk is, hiszen ha belegondolunk, hogy ezekből a fiatalokból 5-10-15 év múlva már az élet aktív szereplői lesznek, akik a közéletben, akár a nemzetiségi önkormányzatokban is, de akár az iskolákban és az intézményeinkben is felelősségteljes feladatot vállalnak. Diese Hochzeit, du gibst mir.
Dogize hochzeit, dokuma di macchu. Nuri un urvalain, sakul di freunde. Nuri un urvalain, dogize hoch. In somme is so bom, in winter is so koi. Dogen ki veis varamai, jo in de hoi. Nuri un urvalain, sakul di freunde. Nuri un urvalain, dogize hoch. A gála esten ott volt Azari Terimre is, akit tavaly a Magyar Országgyűlés első nemzetiségi képviselőinek választottak meg. Az idei tervek már a tavalyi évben a 2019-es központi költségvetéssel meglettek alapozva, hiszen közel 5 milliárd támogatás emelést kaptak a Magyarországon élő nemzetiségek. Ennek a jelentősebb része a magyarországi németségnek, olyan történelmi dolgokat tudunk idén csinálni, például, hogy a nemzetiségi óvodapedagógus képzéssel elindul egy ösztöndíjrendszer, ami sose volt, amely nem csak a képzés idejére, hanem utána az első 3 évi munkakezdésre is él. Elértük idén január 1-jel azt a célt, amit 2,5 éve elkezdtünk, hogy valamennyi nemzetiségi pedagógusnak a nemzetiségi pótlékát a 3-szorosára emeljük. Ez ugye 18-ban 10-ből 15, idén pedig 15-ről 30%-ra lett emelve, közel, illetve egész pontosan 2,5 milliárdos beruházási keret van az országos önkormányzatok intézményeinek, 1 milliárd 350 millió van a helyi nemzetiségi önkormányzatok által átvett köznevelési intézményekre, nemzetiségi óvodákra, iskolákra, és még egy sor más dolgot lehetne sorolni, az egyesületek pályázati pénzeinek, a kereteinek a megemelését is így tovább. Én azt gondolom, hogy az idei év egy átütő kezdet lehet erre a 4 éves új ciklusra. Én rendkívül optimista vagyok. Azt gondolom, a Magyarországon élő nemzetiségek, és ezt épp a gálát megelőző közgyűlésemben Fabricius, az új határon túli németségért megbízott államtitkár is megerősítette, hogy olyan lehetőségeink nyíltak Magyarországon, amely Európa kevés országában van. Én természetesen a magam részéről maximálisan mindent meg fogok tenni, hogy a legtöbbet hozzuk ki. Az én dolgom a pénz és a lehetőségek biztosítása, és az egyesületek, az önkormányzatok, az intézmények feladata, hogy ezt a lehető leghatékonyabban használják fel. Hozzáteszem, hogy ez mindannyiunknak egy nagyon komoly feladat, hiszen az intézmények átvételével olyan feladatok állnak előttünk, amelyek az elmúlt 2,5-3 évtizedben nem voltak, vagy csak az országos önkormányzatnál merültek fel. Tehát azt gondolom, nagyon komolyan hozzá kell állni, és meg kell fogni az új feladatokat. Egy kicsit meg kell újuljunk mi magunk is, és az egész fenntartó szervezet is. Azt rögtön a választást követő első 2-3 hónapban érezni lehetett, hogy összehasonlítva nagyobb súlya van a képviselői mandátumnak, mint a szószólói mandátumnak volt. Ugye én személy szerint egyúttal a Nemzetiségi Bizottság elnöke is lettem, a Házbizottság tagja, a Költségvetési Bizottság teljesegű tagja. Nyilván egy teljesen más lehetőségeket nyit meg, de az az alaphelyzet, amivel 5 évvel ezelőtt indultunk mindannyian szószólóként, hogy mind a 13 nemzetiségnek közösen kell kidolgozzuk a javaslatainkat, és azt odáig egyeztetni, hogy mind a 13 nemzetiség ezzel egyetértjen, és úgy a parlament elé terjesszen, ez semmit nem változott, ez a továbbiakra ugyanígy meg fog maradni, és nagyon örülök annak, hogy a választást követő néhány hónap és az ősz bebizonyította, hogy amit az előző 4 évben el tudtunk érni, hogy a magyar politikai harcok színteréből a nemzetiségi kérdéseket kiemelték, és a nemzetiségi törvénymódosító csomagot valamennyi parlamenti frakció, valamennyi parlamenti képviselő megszavazta az elmúlt évben is, csak úgy, mint az előző 4 éves ciklusban. Én ezt rendkívül fontosnak tartom, és ez az alapvető záloga a jövőbeni sikeres parlamenti képviseletnek. A gála egy zárásaként olyan hazai, német nemzetiségi kiváló együttesek és díjnyertes kultúrcsoportok szórakoztatták a szép számú közönséget, mint például a Villányi Ifjúsági Fúvó Zenekar.